Köszöntöm nézőinket, a Telena magazint látják. Az 1956-os forradalom hőseire emlékeztek október 23-án Tolnán. A helyi lovardában kezdődő programon előbb a Szent István Katolikus Gimnázium diákjai adtak színpadi műsort, majd a város polgármesterének beszéde következett, a megemlékezést koszorúzás zárta. Emberezrek élnek a nagyvilágon szerte, kik örök lázadással jogsorsot keresően sodródtak el hazájuktól messze. A helyi Szent István Katolikus Gimnázium diákjainak Oly távol, messze vagy hazám című zenés színpadi darabjával emlékeztek Tolnán az 1956-os forradalomra. A fiatalok a forradalmi események miatt külföldre emigráltak honvágyát, a szülőhazától való erőszakos elszakítás élményét mutatták be a nézőknek. Most, hogy szobámban ér az estetétje, te jutsz eszembe, Szent Gellér cselédje, s ajkad, merül az esti fák alól, először szólt az ének magyarul. A fiatal diákszínészek játékán keresztül a tolnai lovarda közönsége belepillanthatott, milyen érzések kavarogtak a forradalmat követő megtorlások elől Ausztráliába, Argentinába vagy éppen Párizsba menekült magyarok lelkében. A kezdet teljes idegessége és a reménytelenül más világba való beilleszkedés munkája eleinte nem igazán hidőt az igazi sokra, az később jelentkezik. Váratlanul. Látszólag minden a legnagyobb rendben, aztán egyszer csak ott a sok, és nincs ellenem érdekezés. Nem imádkozni járok a főtérre, hanem az anyanyelvemet hallgatni. Nem emigránsoktól, hanem olyanoktól, akik frissen érkeztek, és vissza is mennek innen. A Központi Statisztikai Hivatal korabeli adatai szerint 1956. október 23-a és 1957. áprilisa között 193.885-en hagyták el Magyarország határait. Közülük május végéig csak 11.477-en tértek haza, vagyis a kényszerű emigrációt választók száma meghaladta 182.400 főt. A legtöbben Ausztrália irányába indultak, de az Amerikai Egyesült Államokat is rengetegen választották új hazájukul. Sőt, még a Jugoszláviába menekülők száma is néhány száz hián elérte a 20 ezer főt. Jaj, de hogy várjuk meg a reggelt! Most csak pihenjenek, mert elkér az erőmerítő elüldögélés. Éjfél után, mikor csak a hó világíts, a hold se süt, csak az a jó. Farkasok is vannak. Az emigránsok az ország minden részéről és minden társadalmi csoportból özönlöttek külföldre az ország határain belülről. A legvéresebb harcokra a fővárosban került sor, ezért onnan menekültek el a legtöbben, több mint 80 ezeren, vagyis nagyjából minden tizedik lakos. De ami a legnagyobb törést okozta az országnak, az az volt, hogy az emigráltak 72%-a 15 és 30 év közötti volt. Ha kérdezik, rokon látogatni vannak. Senki nem beszél az istálóját. Szaporán emberek, fel, rajta nyomás. Semmi kedvem lebukni, és éppen ezeknél a rohadékoknál, akik elvitték a malacomat, az Isten fájukat. Osztrák határőrök, közel járunk! Közel járunk! A tolnai gimnazisták színpadi darabját Tolna polgármesterének megemlékezése követte. Appelshofer Ágnes beszédének elején úgy fogalmazott, hogy az 1956. októberében és novemberében Magyarországon történt események már a saját korukban a világtörténelem részévé és alakítójává váltak. Kennedy elnök 1956-ban fogalmazta meg fendi gondolatait a magyarországi eseményekről. 1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. 1957-ben Albert Camus a Magyarok vére című írásában ezt írta a magyar forradalom jelentőségéről. A legázolt és bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik másik nép az elmúlt 20 esztendőben. Ahhoz, hogy azt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemételt akaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullania, és ez a vérfolyam már alvad az emlékezetekben. Október 23-ának egyetlen üzenete van, az pedig a szabadság győzelme, mondta Appelshofer Ágnes. A szabadság győzelme a vereségben. Amikor október 23-án az egyetemisták Pesten az utcára vonultak, nagyon gyorsan kiderült, hogy a rendszer, amelyet a hazugság és az erőszak drótozott össze, a szabadság és a bátorság előtt kártyavárként omlik le.
Kicsi, hevenyészve felszerelt felkelőcsoportok bemutatót tartottak a szovjet különleges hadtestnek az utcai harcok miben létéről. Lapok alakultak, civil szervezetek nőttek ki a földből, és a pártok is újrakezdhették demokratikus működésüket ott, ahol a kommunista diktatúra abba hagyatta velük. Appelszofer Ágnes kiemelte az, hogy 2018-ban az 1956-os év alig két héten át tartó forradalmi eseményeit megünnepelhetjük. Azt jelenti, hogy a szabadságharc és annak eszméi győztek, és ma is tovább élnek a magyarok szívében. 1956. október 23-án élt a magyarokban a remény, hogy létezik egy másik, egy szabad, független és gyarapodó Magyarország, ahol az emberek nem rettegnek a besúgástól, hanem bizalommal fordulnak egymás felé. Nem az irigység, hanem a másik sikere feletti öröm, nem az osztályharc, hanem a szeretet tölti el a lelkeket. Hosszú harc volt ez, és évtizedekig úgy hittük elbukott. És talán azt is gondoltuk róla felesleges, sőt, egyesek szerint szégyelnivaló is, de végül 34 év múltán, a szovjet hódoltság megszűnésekor, Magyarország újjászületésekor beteljesedett Márai Sándor versének jóslata. Angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Az 1956-os megemlékezés a Városház előtti Hősök terén koszorúzással ért véget, aminek során a város vezetői mellett a helyi hivatalok és a civil szervezetek képviselői is lerótták kegyeletüket. Szinte otthon érezték magukat a Magyar Női Unió Egyesület tagjai Tolnán, ahol a nők és a család összetartozásának 21. századi kérdéseit járták körül a létező pozitív példák bemutatásával. Egy nap, amikor egy konferencián minden a nőkről szól. Megérkezett ugyanis Tolnára a Magyar Női Unió országos rocsója, a Nők Világnapja, a Vidéki Nők Napja keretében. Egy kicsit már haza is jöttek ide. A családok és a női ügyekben, ezzel összefüggésben, itt ugyanis nem kell úgymond a kályhától elindulni, jól ismert sztereotípiákat elővezetni. Tolna ugyanis része a család és karrierpont országos hálózatának, egyedüli Tolna megyei településként, amiért többet kell tennie ezügyben, mint úgy általában a többi hasonló nagyságrendű településen történik ebben a témában. Nem véletlenül szokott elhangozni, hogy család és munka alapú társadalmat építünk egy családbarát országban. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez a két terület minél inkább ki tudjon teljesedni. Milyen úgymond sikerélménye volt itt a tolnai látogatás során? Nagy öröm volt látni ezt a család és karrierpontot, amely tényleg nagyon szépen felszerelt és láthatóan hatékonyan működik, és nagy öröm volt találkozni az itteni hölgyekkel, asszonyokkal. Családpolitikai aktualitások, női szerepvállalások, konfliktusok kezelése, a nők által indított vállalkozások is szóba kerültek az egésznapos előadás sorozatban. Majd a nap zárásaként levetítették, ami 2015-ben elkészült Anyám és más futóbolondok című magyar filmdrámát, ami egy hölgy sorsát, nagyon bonyolult szerepét bemutatva Erdélyből indul és Budapesten végződik. Drámai történetek vannak, ahol tulajdonképpen élet-halál kérdés van, és meghozza a nő a jó döntést, vagy vállalja a pozitív hős szerepét, tehát mártíromságot, vagy egyebet. Ez nagyon érdekes, hogy van benne, hogy drámának van írva, de nem csak dráma, hanem vannak benne kérdések is, és van olyan, hogy a nő teljesen másképpen dönt a családban, mint a férfi, de tiszteletben tartotta a nő a férfinak a döntését. Hát nem olyan jól szaladott a vörös hajával. Épp csak leleblődtem. Ki volt a Jolán? Mit tudom én, valami parasztlány. Józsival mi lett? Végül elment Ausztráliába aranyat keresni. Soha többet nem hallottunk felőle. Nagyon rossz házasság lett az anyuéké. 3 gyerekkel. De attól nekünk még boldog gyerekkorunk volt. Az Anyám és más futóbolondok film, amelynek vetítését Bencer Endre végezte, aki egyébként nem csak ezért jött el Tolnára, hanem azért is, hogy az általa képviselt Kárpát-medencei vándormozi tárgyaljon a tolnai városvezetőkkel a jövőről, hogy Tolna esetleg csatlakozzon a vándormozi hálózathoz,
első Tolna megyei településként. Optimistán állt fel a filmforgalmazó szakember, némi ízelítő, hogy mi is várhat a tolnamözsi filmbarátokra, ha a közeli napokban létrejön a szerződés. Látom, sok mindent kimentettettek az üzletből. A körút végén kezdték az államosítást. Hát volt egy éjszakánk, mielőtt hozzánk értek. Hát nagyon nehéz, fiam. Nagyon. Mindenütt ezek a szarnyú kommunisták. Megmondtam a fiamnak. Egy úriember tudjon finoman a háttérben maradni. Ez a dolog nem tarthat örökké. Jó. De hát mégiscsak oda tartoztál, nem? Én nem tartoztam sehova, fiam. Mondd meg nekem, ennyi hülyeség közt hova kellett volna tartozni ebben az országban? Én apádhoz tartoztam, apád meg én hozzám. És ez elég is volt nekünk. Terike, át tudnátok jönni most rögtön? Jövünk. Terike, ti vigyétek a képeket meg az ezüstöt. A szalonasztalt meg a szőnyegeket vállalta a szomszéd. Esetleg, ha még a smizettet Laci elvinni. Adja már a smizettjét. Nem cipelhet egy smizettet. A filmek kapcsán ez egy jogi kérdés, hogy melyik országra kinek van vetítési joga, de ez Magyarországon nem megoldhatatlan a jövőben, úgyhogy igen, azt szeretném mondani, hogy remélhetőleg hónapokon belül Tolnán olyan filmeket is lehet majd látni, amit máshol nem, vagy amit mondjuk máshol, de a pláza mozikban, nagyvárosokban. Figyázza fel egy kicsit a tolnaiak, a Tolna megyei érdeklődését. Mik lesznek? Január végén lesz egy olyan most készülő, most forgott magyar film, aminek már a vágása folyamatban van, ami azt gondolom, hogy a tolnai hölgyeket is érdekelni fogja. Egy mennyasszonyról szól, aki elszökik a saját esküvőjéről. A címe pedig Most van most. Érdekes. Időzóna miatt is. Igen. Igen, reméljük egyébként, hogy közönség siker lesz. Ez egy magyar film, ez a Szajki Péternek az új filmje, a Tompos Kátya főszereplésével, és egy valóban generációs kérdéseket felvető filmalkotásról beszélünk, ami arról szól, hogy egy mennyasszony jól meggondolta-e, helyesen döntötte, biztos-e abban, hogy most jött el az ideje annak, hogy ő házasodjon. Praktikus tanácsokat ad az elhamarkodott házasságok úgymond megelőzésére? Talán ez is egyébként, de a film elsősorban szórakoztat, és a családok éve kapcsán egyébként elárulhatom, hogy az üzenete pozitív. Ha minden jól megy, ezt havi rendszerességgel újabb filmek követhetik. Most rövid reklámblokk következik, de maradjanak velünk. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra. Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, DeFerenc utca 5. Érezze magát otthon a világban. A Neckermann helyi partnere a Romcar Travel két helyen, Tolnán a Penny Markettel szemben és Szekszárdon a főpostával szemben várja az utazni vágyókat. Hamarosan indulnak egynapos adventi autóbuszos járataink Európa nagyvárosaiba. Töltsenek kellemes napot a bécsi adventi forgatagban, kukkantson be a csoki gyártás folyamataiba, vagy vegyen részt a Schönbrunni kastélylátogatáson. Akik már megcsodálták a karácsonyi pompába öltözött osztrák fővárost, azoknak Grácot vagy Kassát és az idei év újdonságát, Zágrábot kínáljuk. Ne hagyja ki ön sem, 6.990 forint per fő részvételi díjtól foglalhatóak útjaink, és már 13 városban tud csatlakozni országszerte. Ne feledje, mi azért vagyunk, hogy ön otthon érezze magát a világban. Nézzen be hozzánk, vagy keresse fel Facebook oldalunkat, ahol kiemelt akciókkal várjuk. Autója elromlott? Időszakos kötelező szervizre van szüksége? Vagy csak ellenőriztetné járműve állapotát? Továbbra is várja ügyfeleit Tolna megye első hivatalos boskár szervize, az Antal Service Kft. Autóját prémium minőségű bosalkatrészekkel javítjuk, amelyekhez akár egy év gyári garanciát kaphat,
Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk szervizünkbe. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást és eredetvizsgát személygépkocsira, motorra, mezőgazdaság és lassú járműre, tehergépkocsira 3,5 tonnáig, utánfutóra és pótkocsira. Teljes körű számítógépes diagnosztizálás, gumijavítás, centírozás, benzines befecskendezők javítása, karosszéria munkák. Partnercégünkkel vállaljuk gépkocsi a fényezését. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel és több éves tapasztalattal vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szedresi utcában, az Autómosó és a Tesco között. Telefon 540-703. Folytatjuk is a Telena magazint. Tűzoltó bemutatót nyertek egy rajzpályázaton a tolnai Vosinszky Moral általános iskola diákjai. A gyerekek azért kapták a különleges ajándékot, mert ebből az iskolából küldték be országos szinten a legtöbb pályaművet az Országos Tűzmegelőzési Bizottság rajzpályázatára. Bármelyik gyerek kipróbálhatta, milyen érzés poroltóval megfékezni a lángokat. Hosszú sorokban várakoztak a tolnai diákok a tűzoltók által felállított állomásoknál. Itt is voltunk, ahol csináltak tűzt a konyhánál. Én azt a sárga autót, amiben ki lehetett próbálni ezeket a hangokat. És mi volt a legjobb? Közben itt toltják a tüzet. Még nem mindenhol voltunk, ez a harmadik. A tolnai Vosinszky Moral általános iskola diákjai megtapasztalhatták, milyen élmény egy füstelteli helyiségből menekülni, sőt a tűzoltó autóba is beülhettek és a szirénát is bekapcsolhatták. A legtöbben eddig csak munka közben találkozhattak tűzoltókkal. Nekem a apukámnak a testvérje az tűzoltó. És mit láttál, hogy dolgoznak ők? Hogy tüzet oltanak, meghívják őket, és akkor tüzet oltanak. Hát nem sokat látom. Szerinted milyen munka egy tűzoltó élete? Milyen az élete? Izgalmas, nem annyira izgalmas? Hogy? Szerintem izgalmas. És nem félelmetes? Hát egy kicsit. Egy kicsit. Közben itt a lányok nagyon jelentkeztetek, mondjátok. Én járok balettre, és egyszer, amikor mentem haza, akkor ott volt egy ilyen bokor, és ott égett a tűz, és láttam, hogy mennek a tűzoltók oda. Tényleg? És mit kell csinálni, hogyha ilyet látunk, hogy ég a tűz, azt tudod-e? Felhívjuk a tűzoltókat. Tűzoltókat, de azok már ott jöttek. Ők akkor már ott jöttek, akkor megfékezték a tüzet. Igen? Igen? Én még sokszor otthonban mindig hallom, hogy a tűzoltók itt mennek össze-vissza. Látom, már nagyon jelentkezel, hallgatunk. Meg hogy egyszer voltunk Pécsen, mentünk Pécsre, és egy autó kigyulladt. És akkor ott voltak a tűzoltók. Komolyan is nem ijedtél meg? De, megijedtem. Az iskola diákjai ajándékba kapták a bemutatót, mert ők bizonyultak a legkreatívabbnak egy az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által kiírt pályázaton. A gyerekek összesen 5 helyszínen próbálhatták ki, milyen munkát végeznek a tűzoltók nap mint nap. Miért van most ez a nap, elmondjátok nekem? Azért, mert mi nyertük meg ezt a versenyt. Rajzoltunk az iskolába, és akkor megnyertük a legtöbb rajzot a rajzpályázaton. Az egész országon mi voltunk, amit most mondták az igazgatók. A Vosinszky Moral általános iskola tornán volt a legjobb ilyen rajzból, tűzoltó rajzból. És ki mit rajzolt? Mondjuk egyesével egy... Tűzoltó autókat, amin oltják el a tüzet. Igen, látom, te nagyon akarod mondani. Én azt rajzoltam, hogy a tűzoltók épp kimennek, mert egy konyhában ég a tűz, mint itt. És mit csinál? El tudták oltani? Persze, hogy el tudták oltani. És ki mondja még el, hogy mit rajzolt, igen? Mindenféle verseket. Verseket írtál, vagy rajzoltál, vagy mit csináltál? Én valaki. Jól van, itt a lányok közben nagyon jelentkeznek. Hogy én olyat rajzoltam, hogy ég a tűz, és ott vannak a... Majd ott hívják a... Vagy nem tudom már mit, hívják a tűzoltókat. És már jönnek.
mai katasztrófavédelmi bemutatónak az az apropója, hogy az Országos Tűzmegelőzési Bizottság minden évben meghirdeti alkotói pályázatát, ez az idén sem volt másképp, és az országosan legtöbb pályázatot benyújtó iskola elnyeri a legkreatívabb iskola címet, és jutalmuk egy katasztrófavédelmi bemutató. Az idei évben, 2018-ban a Tolnai Ivosinszky Moráltás iskola lett az ország legkreatívabb iskolája, tehát országosan innen érkezett be a legtöbb pályázat, ezért jutalmuk ez a mai bemutató. Öt helyszínre osztottuk a tolnai sportpályát, füstsátorban menthetnek a gyerekek, megtudhatják azt, hogy hogyan kell helyesen eloltani egy konyhában keletkezett tüzet, gyakorolhatják a kézi forraloltó készüléknek a használatát, természetesen kipróbálhatják a technikákat, mint az a háttérben hallatszik, és van egy ötödik helyszínünk, ahol egy ismeretterjesztő videót nézhetnek meg, amivel reméljük, hogy minél több hasznos információval gazdagodhatnak a tűzmegelőzés területén. Eddig a szimpatikus vesztes szerepkör jut a Tolnakáci MP2-es női kézilabda csapatának a bajnokság harmadik vonalában, mert hogy perhes egy-két gólos vereségek rontották az öltöző hangulatát. Sovány vigasz, hogy sokszor jobb csapatok ellen történt mindez. A megyei alsóházi rangadón a Tamási ellen most viszont megtört a jég, mutatjuk is a részleteket. A rendel az utolsó percekben a jobb csapatoktól elszenvedett vereségek görcsben tartották a még nyeretlen tolnaiakat, akik még pont nélkül az utolsó helyről várták a szintén nehéz sorsú Tamási elleni megyei rangadót hazai környezetben. Ha itt és most nem nyerünk, akkor a pesszimista reflexió érkezett is a lelátóról, a törzsszurkolóktól. A pályán történtek előrevetítették, most ha csak nem zuhan össze a csapat, meg lehet ez a meccs. Igaz, az első félidőben még a tamásiak begyakorolt figuráira, a beállóra kihegyezett támadásokat nem tudta kellő hatékonysággal levédekezni a Tolnakáci, ezért a szépen előkészített, látványosabb góljaikra rendre érkezett a vendégcsapattól a kibrusztól találat, így az eredményjelző a nem feltétlenül megnyugtató 14-14-et mutatta a félidőben. Szünet után már érvényesült a lendületesebb, sokszínűbb tolnai stílus. Lassan, de biztosan átvették a vezetést. Működött a belső közép, a mód volt rá, lerohanásból is növelte góljai számát a hazai csapat, az általában jellemző 4 gólos előny a végére is megmaradt, beállítva ezzel a 26-22-es végeredményt. A sikerhez góllövőként a maga átlagon felüli teljesítményével egész pontosan 6 góllal járult hozzá Csajkó Eliza, és a magát mindig megrázó, a csapatot szellemileg is összefogó 7 gólig jutó Gál Dórát kell említeni. De azért is jár a piros pont a győzelemért, mert ezúttal a csapatvédekezés is összeszedettebb volt, mint korábban bárki ellen. Jelzés értékű, hogy a második félidőben mindössze csak 8 gólt tudott összehozni a Tamási. Igaz, a mostani ellenfél gyengébb játékerőt képvisel a korábbiaknál. A Tolnakáci megizlelhette tehát a győzelem örömét, ízét. Kérdés, hogy idegenben is képes lesz-e jövő héten az újabb fordulóban ilyen teljesítményre, Virné Gál Zsuzsa dirigált a csapat, amikor a náluk nem erősebb Duna Pentelle otthonában vendégeskedik majd a csapat. Már ennyi fért a Telena magazinba, köszönjük, hogy minket választottak, tegyenek így legközelebb is, viszontlátásra!